minden bennünk van. Ha eltemetve is, vagy ha éppen szem előtt, mindegy. Ott rétegződnek bennünk az emlékeink, a vágyaink, a ki nem mondott gondolatunk. Ott van bennünk a gyermekkor varázsa, a régi történetek aromája, megélt szerelmeink belénk kivódott nyomatai. Ott vannak velünk barátaink, gesztusai, semmi sem vész el. Az egyszer gondolt gondolatok sem lesznek semmivé. Kiállt, és rendre lecsendesül, elcsendesül ez az egyszer volt, megismételhetetlen, gyönyörű szövevény, az életünk. Az életünk, mely örök témául szolgál a művészetek számára, ennek megértésében, megérzésében, visszatükrözésében, a pillanat újraélésében, személyiségünk gazdagításában segítenek bennünket. A meghívó Lusz Stuyvesant és Loránd János Demeter együttes bemutatkozására invitálta önöket. A tárlat egyben a Magyar Festészet Napjának köszöntését is szolgálja. Két technika, két ország, de egy pár. Ezzel a szlogennel gondoltam indítani ezt a közös kiállítást. Az alkotópárost a szakmában szerzett több évtizedes kapcsolat is összeköti. Azonos a hivatásuk iránti alázatuk, melynek köszönhetően a kezük nyomán az egyszerű, hétköznapi tárgyak és műalkotásokká remekülnek. Lusz Stuyvesant 1995 nyarától vesz részt a Mezőtúri Művészeti Alapítvány meghívására a nyári alkotótelep munkájában. Ekkortól kezdett foglalkozni a korábban döntően a festészet és grafika műfajában munkálkodó alkotó a kisméretű bronzszobrok, illetve plasztikák készítésével is. Tőle idézem. A Mezőtúr környéki tájon találtam olyan érdekes formákat, melyek a természet és az emberi kéz által születtek, nem mint műalkotások, hanem nagyon is praktikus célokat szolgáló dolgok. Ezek néha oly szépek és gyönyörűek, néha oly szörnyűek és furcsák, hogy nem tudtam felejteni őket. Végül is alkotásra készítettek, és amit megalkottam, a természet emlékképei névre kereszteltem őket. A művésznő természeti emlékképei az ősi civilizációk formanyelvének szerves megújítását, az emberi minőségek átmentését, és nem utolsó sorban a kultúra folytonosságát hangsúlyozzák számunkra, ezekből az egyedi, szellemi, művészeti izgalmat kínáló munkákból láthatnak és kóstolhatnak most erről a svéd asztalról. Loránd János Demeter számára a világ közepe az Békésszent Andráson van. Ott született, onnan erednek az ő gyökerei, édesapja ott volt kántortanító, és szeretett édesanyja, édesapja ott nevelte a három testvért. Itt fedezte fel a világot, ez a táj, ez a hely jelenti számára a nyugalmat, az inspiráló közeget. Ezen a vízi vidéken, a körös völgyében, az ő műtermében, műterem hobbi telkében, a holtági fatanyán érzi, azt gondolom, igazán otthon magát. Ide vágyott vissza a szegedi tanárképzőt követő kaposvári, salgótarjáni, mátraalmási, mezőtúri évek után a Munkácsi díjas, érdemes művész, a magyar művészetérző kitüntetettje szülőhelyének díszpolgára. Az elmúlt idők folyamán Loránd János Demeter nagyívű, jelentős képzőművészeti életművet hívott létre. Korán rátalál sajátos stílusára, sajátos témavilágára, szuggesztív kifejezési eszközeire. Főként a végtelenséget sejtető kopár tájak, folyóparti térségek érdeklik, ahol rendszerint magányos vagy mechanikus rendben megjelenő apró alakok tűnnek fel képein. Megteremti a tömbös, magukba roskadó, zárkózott lényeit, akik szemlátomást a föld gyermekei, ám ilyen formán is mélységesen magányosak és elhagyatottak. Elgondolkodtatóak ezek a pajkos, nagyon sok iróniát és sokszor abszurditást is megjelenítő